Kezdjük a tornát. Csípőszéles terpesz, nyújtott törzs, csípőretartás, páros sarokemelés, és le, ezt ismételd. Emeld a két sarkad, és engedd le. Ismételjük még néhányszor, és le. Föl, és le. Gyere még, föl, és le még egyszer. Tartsd lent a sarkad, kilégzéssel guggolj. Belégzéssel nyújtóz. Ugye térdhajlítás, törzsdöntés, ez a guggolás. És föl. Süllyedünk. Emelkedünk. Még egyszer. Kombináljuk a sarokemeléssel. Emeld a sarkad. Jön a guggolás. Nyújtóz. Tedd le a sarkad. Jó kis egyensúly gyakorlat. Föl a sarok. Guggolás. Nyújtózás, le a sarok, föl a sarok, guggolás, nyújtózás, le a sarok. Még egyszer, föl a sarok, guggolás, nyújtózás, és le a sarok. Emeld a két sarkad, karjaidat, emeld magas tartásba és engedd le, ismételd karemelés magas tartásba. Engedd le, ismételd. Még egyszer. Beletesszük ezt is a guggolásba. Emeld a karjaidat, jöhet a térdhajlítás, törzsdöntés, majd nyújtóz, és engedd le a karjaidat. Összeszedem majd a szövegszerkesztőmet a fejembe, amivel összerakom a szavaimat. Sőt, a hangzóimat. Föl a kar, guggolás, nyújtózás, le a kar, és még egyszer. És legyen nekünk itt még egy variáció. Te csípőre a kezed, kezd a guggolással, emeld el a két sarkad, tedd le, és emelkedj, ismételd. Guggolás, sarokemelés, le a sarok, nyújtózás, még kétszer. Guggolás, föl a sarok, le a sarok, nyújtózás, még egy. Nagyon jó. Kicsit rázd le a lábad, hát... Combizmokat már biztos, hogy elértük. Vágy széles terpesz, hajlított térd, feszes farizmok, feszes hasizmok, nyújtott törzs, széles mellkas, hosszú nyak, törzshajlítás, váltott oldalra. A két láb mozdulatlan, szimmetrikus. Nem kell nehezíteni, de lehet. Jobb oldalon majd nyújtsd ki a két karod magas tartásba. Hajlítsd, és gyere vissza. Bal oldal. Karnyújtás. Karhajlítás. És közép. Jobb oldal. Karnyújtás. Karhajlítás. És közép. Bal oldal. Ugye a bemelegítés... szakaszában vagyunk, semmit nem kell erőltetni. Oké. Jobb láb elől, bal láb hátul, egy lépésnyi távolságban, és párhuzamosak a lábfejek, tehát a hátul levő láb nem fordul el, hanem párhuzamos mindkettő a törzs irányába előre fordul. Én meg oldalra fordulok, hogy így mutassam a gyakorlatot. Nyújtott térd, nyújtott törzs, feszes hasizmok, törzsdöntés, négy ütemű gyakorlat, karnyújtás oldalsó középtartásba, majd vissza tedd a válladra a kezed, és emelkedj föl, ezt ismételd. Törzsdöntés, karnyújtás, karhajlítás, és föl, gyere még kétszer. Törzsdöntés, karnyújtás, karhajlítás, és föl, még egy. Törzsdöntés, karnyújtás,
karhajlítás és lábtartás csere, bal láb elől, jobb láb hátul. Egy lépésnyi távolság, párhuzamos lábfejek, törzsdöntés, karnyújtás, karhajlítás, és föl még háromszor, dönt, nyújt, hajlít, fönt, dönt, nyújt, hajlít, fönt, még egyszer, dönt, nyújt, hajlít, és fönt. Megint lábtartás csere, jobb láb elől, bal láb hátul, egy lépésnyi távolság, nyújtott ér, nyújtott törzs, törzsdöntés, egyúttal karnyújtás, majd mellső középtartás, az leengeded a karjaidat függőlegesre, és ha megy, akkor még a törzseddel is tovább dőlsz, de nem görbül be a hátad, hanem szép egyenesen dőlsz. Majd vissza vízszintes, és vissza függőleges, még háromszor dönt, tovább le, vízszintes, függőleges, még kétszer dönt. Tudod, bemelegítésnél tartunk, úgyhogy nem kell erőltetni, még egyszer, ameddig szépen, szabályosan, nyújtott törzsvel sikerül. Kellemesen húzódik a comb hátul, azt érzed, de kellemesen. Nagyon jó, jöhet a másik oldal. Lábtartás csere, bal láb elől, jobb láb hátul, nyújtott törzs, törzsdöntés. Ha megy, akkor tovább le, lassan, vissza vízszintes, és függőleges, még háromszor, dönt, mellső középtartás, oldalsó középtartás, és fönt, még kétszer, egyenes gerincsel, és még egy. Nagyon jó. Pihenj, fújt ki magad, rázd le, ami fej hátul, elől már történt valami, sőt, a hátizmokat is felébresztettük. Kicsit szélesebb terpeszbe állj, hajlítsd be a két térdet, szorítsd össze a feneket, húzd be a köldököd, fűzd össze a karjaidat a fejed fölött. Egyenes törzs, széles mellkas, hosszú nyak, döntsd a törzset, és állítsd meg, ahol még egyenes. Ha ez magasabban van, akkor magasabban van. Ne dugd ki hátra a feneket, billensd a medencédet, egyenes a derekad, behúzod a köldököd. Ha lejjebb tudsz ereszkedni, akkor ereszkedj lejjebb, ne görbüljön be a hátad. Nyújtva, egyenesen dőlj. Ne menjenek hátra, ne dőljenek hátra a lábak, tartsd a függőlegest a két lábbal, és úgy nyújtózz a törzseddel, ha már a hátizmok felébresztéséről van szó. Köldöködet húzd be. Lazítsd el a törzsed, lógasd. Hintáztasd egyik oldalról a másikra. Harangozz. Jobbról balra, balról jobbra. Lazán lóg. Négyet, hármat, kettőt, egyet. Nagyon jó, megállunk középen. Lógunk egy picit. Tedd le a tenyered, támaszkodj meg a talajon, vagy ha az messze van, akkor nyugodtan valami magason, egy bútoron, dohányzóasztal, francia ágy. És lépkedj előre a tenyereddel, úgy, hogy leengeded a mellkasodat a talaj felé, a lábakat tartsd függőlegesen, told lefelé a mellkasod, homoríts. Figyeld meg, hova áramlik a levegő, olyan jó, a mellkas mélyébe, szinte a hasüregbe, nem is a mellüregbe. Nagyon jó, visszasétálunk, még mindig támaszkodhatsz magasabban is. A vállad alatt támaszkodj a tenyereden, húzd le jól a köldököd, kilégzéssel emeld a jobb karod, fordulj jobbra, nézz a kezed után, és vissza, majd balra, nézz a kezed után, és vissza, és jobbra,
és vissza, és balra, és vissza. Na, még egy pár. Jobbra, és balra. Nagyon jó. Megállunk, lógunk egy kicsit, sőt, kapd el a jobb bokádat, fordulj oda a jobb lábadhoz. Finoman húzd a törzset. De a húzásnál fontosabb, hogy fordulj oda. Abban segítsen a két kar, hogy a jobb lábad felé forduljon a törzs. Átmegyünk a bal oldalra, oda fordul a törzs a bal lábhoz, ebben segítenek a karok. Ilyenkor emelkedne a bal csípő, azt kell lefelé tolni. Majd közép, lóg még egy picit. És ereszkedj lattalajra, ülésbe. Gyors ellenőrzés, elnézést, hogy mindenki megvan-e, aki itt akar lenni velünk. Üldögélj a talajon, és nyugodtan így áll egy kortyot. Úgy látom, hogy mindenki megvan. Jó. Támaszd egymáshoz a két talpadat, és nyújtsd a törzsedet. Nem kell, hogy nagyon közel legyen a két lábad, lábfejed. Kényelmesen, hogy el tud lazítani a combjaidat. Oldalról mutatom. Hátra is dőlhetsz, hogy először tényleg kényelmesen és lazán süllyedjen a két térd és comb. Ne essen be a nyakad a vállak közé. Szabadítsd ki a nyakadat, mellkasodat, és hogyha megy, akkor gyere el függőlegesig a törzsel. Lazák a combok, süllyednek a térdek. És ha megvan a függőleges, akkor próbálj egy picit még tovább menni, a függőlegestől előre dőlni. Nem jó, ha begörbül a hátad, akkor mikor elkezd begörbülni, akkor inkább vidd hátra, és nyújtsd ki, legyen nyújtva. Ha sikerül ez a nyújtott törzs a függőlegestől előre dőlve is, akkor kapaszkodj át a lábszáradba. Lazítsd el a combjaidat. Ha megy, akkor még egy picit meg tudsz kapaszkodni a lábujjakba. Akinek sikerült a függőleges elé kerülni egyenes törzsel, az rátámaszkodhat a térdére, combjára, és ellazíthatja a törzsét, és lógathatja a fejét. Jó? Ezzel lehet még kiegészíteni. De ne bánkódj, hogyha nem jutottál el a függőlegesig, vagy a függőlegesen túl nem jutottál el. Közben összeszedjük a lábakat, a kezünkkel segítünk neki, mert a nyújtó gyakorlatot úgy is megcsináltad, csak mindenkinek ugye megvan a határa, ameddig el kell jutnia. Lépj ki terpeszbe, nyújtsd a törzsed, és döntsd be középre a két lábad, combodat, úgyhogy nem akad egy össze, hanem párhuzamosan süllyed a két comb. És ugyanúgy húzd ki magad, nyújtsd a törzsed, szabadítsd ki a mellkasodat, nyakadat. Nyomd le a bal térded, emelkedjen föl a feneked bal oldala a földről, tehát elcsavarodik a törzs alsó rész, aztán nyomd le a jobb térded, és elcsavarodik a törzs egy picit balra. Lenyomjuk a bal térdünket, lenyomjuk a jobb térdünket, és ezt ismételjük. Jobb térd. De a törzs felső része nem mozdul, csak az alsó rész. Még egy pár. Széles mellkas, hosszú nyak. Most úgy ismételjük, a bal térd jön megint, hogy nem engedjük felemelkedni a fenekünket, csak toljuk lefelé a térdünket, aztán ellazítjuk. Jön a jobb. Toljuk lefelé, és ellazítjuk. Érzed, hogy így már nehezebb, amikor nem engeded, hogy a feneket felemelkedjen a földről, a törzsed elcsavarodjon. Tényleg csak amennyit a comb el tud savarodni, annyit mozdul a láb. Még egy balos, még egy jobbos. Jó reggelt! Jó munkát! El ne felejtsem! Majd könnyebb variáció jön, mind a kettőt jobbra döntjük, tehát a balt és a jobbat is jobbra döntjük, majd mind a kettőt balra döntjük, és persze most megint mehet a medencéd, a törzs alsó része is.
Tehát felemelkedik a feneked a földről megint. És ebből kerekedik ki a mai ülős, dinamikus nyújtósor. Ez így is teljesen jó, ahogy most csináljuk, de lehet egy picit még fokozni. Megállunk majd a jobb oldalon. Odafordulunk a jobb lábunkhoz, megtámaszkodunk előtte, mögötte, és a mellkast közelítjük a lábszárhoz. Majd közép, bal oldal, mellkas, lábszár. Közép, jobb oldal, mellkas, lábszár. A farizmot nyújtjuk így, azon az oldalon, amelyikre rádőlünk. Jobb oldal, mellkas, lábszár, és figyelj, maradunk még a jobb oldalon. Ki is fordulunk, ki nézzünk jobbra, inkább így mondom. Ki nézzünk jobbra, majd közép, bal oldal, mellkas, lábszár, és kinézzünk balra egy nagy nyújtózással. Közép, jobb oldal, mellkas, lábszár, ki is nézünk jobbra, és közép, bal oldal, mellkas, lábszár, kinézzünk balra, és közép, jobb oldal, mellkas, lábszár, kinézzünk jobbra, figyelj! Még mindig a jobb oldalon vagyunk, kinyújtjuk a jobb lábat, és így is rádőlünk, így meg a combhajlítót nyújtjuk. Majd hajlítjuk, és közép, bal oldal, mellkas, lábszár, kinézzünk balra, majd kinyújtjuk a bal lábat, így is rádőlünk, hajlítjuk, és közép, jobb oldal, mellkas, lábszár, kinézzünk jobbra, kinyújtjuk a jobb lábat, így is rádőlünk, hajlítjuk, közép, bal oldal, mellkas, lábszár, kinézzünk balra, kinyújtjuk a bal lábat, hajlítjuk, és közép. Olyan plusz jön, amit szeretsz, mellkas, lábszár, amikor kinézel jobbra, akkor emeld el a csípődet a talajtól. Érzed, hogy elől húzódik a csípőhajlító, ugye a hátul levő lábon, és ugye felemelted a feneked, ez volt a feladat. Nyújtott lábra, és közép. Ha nehéz, akkor nem kell erőltetni. Akkor emeld el a feneked a földtől, hogyha érzed, hogy jól esik, belefér. Megtámaszkodunk, kinézünk, elemeljük a fenekünket a talajtól, majd a nyújtott lábra dőlünk, és közép. Jobb oldal, mellkas, lábszár, kinézünk, emeljük a csípőnket, feszítjük, elemeljük a fenekünket a talajtól, majd a nyújtott lábra dőlünk, és közép, bal oldal, mellkas, lábszár, kinézünk balra, hopp, de azért a bal láb maradjon lent, majd a nyújtott láb, és közép, és az utolsó, amit még hozzáteszünk, az a hátrahajlítás lesz. Mellkas, lábszár, megemeled, hátrahúzod a karod, hátrahajlítod a törzsed, és vissza, nyújtott láb, és közép, bal oldal, mellkas, lábszár, támasz, megemeled, hátrahúzod a karod, hátrahajlítod a törzsed, majd vissza, nyújtott láb, és közép, kettő párat még. Mellkas, lábszár, megemeljük, hátrahajlítás, visszahozzuk, nyújtott láb, és közép, bal oldal, mellkas, lábszár, megemeljük, hátrahajlítás, vissza, nyújtott láb, és közép, még egy pár, jobb oldal, mellkas, lábszár, megemeljük, hátrahajlítjuk, vissza, nyújtott láb, és közép, és az utolsó, balos, mellkas, lábszár, megemeljük, hátrahajlítjuk, vissza, nyújtott láb.
És közép. Nagyon jó. Pihenésképpen leengedheted még középre, de az is elég, ha csak hagyod egy kicsit ellazulni bármilyen formában a lábakat. Én javaslom, hogy így áll. Ha felvételről nézed, lehet, hogy tél van, de itt most az adás idején egy forró júniusi délután. Hátonfekvésben folytatjuk, legyen a közeledben a heveder. Jönnek az elmaradhatatlan köreink, kezdjük a jobb lábbal. Mindegy, egyébként a ballal is kezdheted. Kényelmesen helyezkedj el. Mindkét ért hajlítva, talpak a talajon, köldöködet húzd be, fenekedet szorítsd össze, ragaszd a derekadat a talajra. Jobb láb, hajlítva emeld, nyújtsd ki fönt, és nyújtva engedd le. Hozzáteszünk még egy kis spiccet, ahogy hajlítva fölhúzod és nyújtod, meg a flexet, visszafeszített lábfej, ahogy leengeded. Spiccel, lefeszített lábfejjel, hajlítva fölhúzod és nyújtod, flexel, visszafeszített lábfejjel, leengeded. Kettőt még, nyújtva le, spiccel, hajlítva föl és nyújt, flexel, nyújtva le, és visszafordítjuk a kört. Spiccel, nyújtva föl, flex, hajlítat ért, tolasarok. 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 Még egy egész kör. Majd megemeljük, fogjuk a hevedert, beakasztjuk, és tényleg kinyújtjuk a lábunkat. Na most már az órának ebben a szakaszában, ugye ez már a második harmad, statikus nyújtó gyakorlatokat is végzünk, és eszközt is használunk. A cél, hogy nyújtsd ki a térded, és úgy húzd a lábadat a törzsed felé. Nem baj, ha messzebb van, csak legyen nyújtva. És érezd, hogy húzódik a comb hátul. Most már komolyabban húzódik. Ha nem jön közelebb, akkor nyújtsd ki a talajon levő lábad. Nyomd le a sarkadat, vádlidat. Ezt az érzést még ma, a mai órán még biztos, hogy többször is átéljük. Hajlítsd be mind a két térdet, tedd félre az eszközt, és most a másik oldalon jönnek ugyanezek a gyakorlatok. Tedd le a jobb lábat, emeld a balt, hajlítva, spicc, nyújtsd ki, és flexel nyújtva engedd le. Spiccel hajlítva föl, és nyújt, flexel nyújtva le. Medencéd mozdulatlan, törzsed mozdulatlan. Flexel nyújtva le. Spiccel hajlítva föl, és nyújt. Flexel nyújtva le, kettőt még. Lentről majd visszafelé, spiccel nyújtva föl, flex, hajlítat ért, tolasarok. Spiccel nyújtva föl, flex, hajlítat ért, tolasarok. Spiccel nyújtva föl, flex, hajlítat ért, tolasarok. Kettőt még. A következőt majd fönt megállítjuk. Fogjuk a hevedert, beakasztjuk a lábunkat, és finoman húzzuk. Nem baj, ha messzebb van. Először is akaszd be, másodszor nyújtsd ki, és harmadszor pedig húzd. És ha nem jön közelebb már, akkor nyújtsd ki a talajon levő lábadat, nyomd le a sarkadat, vádlidat. Kellemesen húzódik a comb hátul. Nagyon fontos, hogy ezt többször is átéljük. Ez egy nagyon kötött rész.
vagy legalábbis hajlamos arra, hogy bekössön. Hagyd is mind a két térdet, tedd le a bal lábad, jön a jobb láb, de először oldalsó középtartásban nyitjuk a karokat, hogy meg tudjuk támasztani a törzsünket, hogy ne hintázzon, amíg a jobb láb körözni fog. Megemeljük a jobb lábat, és kifelé döntjük jobbra, és oldalt a talaj fölött nyújtjuk ki. Spiccel hajlítva fölhúzzuk a hasunk fölé, oldalra döntjük, és flexel toljuk messzire, nyújtjuk a törzsvonalába. Oldalra dönt, flexel nyújt, spiccel hajlítva föl, oldalra dönt, flexel nyújt, spiccel hajlítva föl, oldalra dönt, flexel nyújt, még egyet, visszafelé, a talaj fölött húzd, spiccel oldalról hajlítva föl, behozod a törzset föl, és flexel, egyenesen kinyújtod a törzsvonalába. Oldalról hajlítva föl, egyenesen nyújt. Spiccel oldalról hajlítva föl, flexel, egyenesen nyújt. Kettőt még, medencét, törzsed mozdulatlan, még egy. Nagyon jó. Hozd föl a lábad, újból ezt a jobb lábad, akaszd be, nyújtsd ki fönt, ezzel már találkoztunk, ugye? Nem is olyan régen, pár perccel ezelőtt. Kinyújtjuk a talajon levőt is, ismerős póz, ismerős érzés. És amit még hozzáteszünk, jobb kézbe vesszük a heveder két szárát, balkarral oldalra nyújtózunk, és a jobb lábad kifelé döntjük jobbra. Foghatod a lábadat is. Nem baj, ha messzebb van, a hevederrel eléred. Kapaszkodhatsz is valami bútorba, ha van egy jó masszív bútor, amiben meg tudsz kapaszkodni, mert háton fekvésben kell maradni. Nem csavarodhat el a törzs. Háton fekvésben vagy. Lélegezz. Az is segít. Hozd vissza. Bal kézbe vedd a heveder két szárát, jobb karral nyújtóz oldalra, és balra befelé döntsd a jobb lábat. Nem baj, ha messzebb van. Ne emelkedjen föl a feneket, tedd vissza. Háton fekvésben maradunk. És farizom egy része, farizmok egy része, comb külső oldala húzódik. Jól van, hajd is be mind a két térded, jön a másik oldal, tedd le a jobb lábad, oldalsó középtartás, bal lábadat emeld, spicc, balra kifelé döntsd, flexel, nyújtsd a talaj fölött, vidd vissza a törzsvonalába, spiccel hajlítva elől föl, oldalra dönt, és flexel, a talaj fölött nyújtsd, spiccel elől föl, oldalra dönt, flexel, a talaj fölött nyújt, spiccel fölhúzod, oldalra döntöd, flexel, nyújtod, kettőt még, spiccel föl, oldalra dönt, flexel, nyújt, medencét, törzsed mozdulatlan, még egy, oldalra dönt, flexel, nyújt, és visszafelé, oldalról hajlítva fölhozzuk a törzs fölé, és flexel, egyenesen nyújtjuk, spiccel oldalról hajlítva föl, és flexel, nyújt. Spiccel oldalról hajlítva föl, flexel, egyenesen nyújt. Oldalról hajlítva föl, flexel, nyújt. Még egy egész kör. És a következőt megállítjuk majd a törzs fölött. És be is akasztjuk a bal lábunkat. Kinyújtjuk fönt. Finoman húzzuk, de erőteljesen nyújtjuk, és kinyújtjuk a talajon levőt, lenyomjuk a sarkunkat, vádlinkat. A csípőizületben jött létre a mozgás. Mivel a törzsünket mozdulatlanul tartottuk, és még ezen túl is mozdulatlanul tartjuk, amikor kifelé döntjük a bal lábat, jobb karral oldalra nyújtózunk. Medencénket ugye rögzítettük, lábbal dolgoztunk, csípőt lazítottuk. Visszahozzuk, befelé döntjük, jobb kézbe fogjuk, és jobbra dől a bal láb, hevederrel is tarthatod, kezeddel is, ha eléred, bal kar oldalra nyújtózik, nem emelkedik föl a feneket, háton fekvésben vagy.
De hogy azért ez a folytonos hátonfekvés, amiben most az elmúlt percekben részünk volt, mégiscsak kapjon egy feloldást, félreteheted az eszközt, emeld fel az egyik lábad a másik után, tedd a jobb bokádat a bal combodra, és alul a bal térdhajlatban fűzd össze az ujjaidat. Hevedert is használhatsz, hogyha messze vannak a lábak, bedugod ugye a jobb kezed a két lábad között, ballal jössz oldalról, a hevedertrel is dupla szállal tudod tartani a lábaidat. De ha eléred, fűzd össze az ujjaidat. Ezzel a gyakorlattal ugye a farizmokat nyújtod, mellkas és a lábszár közeledik, ma már volt ilyen gyakorlatunk, de hogy visszatérjek az előző gondolatomhoz, a törzsnek is adunk egy kis oldást a farizom nyújtása után. Ez pedig ugyanez a lábtartás, jobb láb fönt, bal láb lent, de leteszed a bal talpadat a talajra. Oldalsó középtartás, először jobbra döntöd el. Megvan a hangunk, oké. Visszatérünk, lábtartás csere jön. Összefűzzük az ujjainkat, alul a jobb tért hajlatban, és húzzuk a lábakat a törzs felé. Ugye most a bal lábszár közeledik a mellkashoz. Ezzel nyújtjuk a farizmokat. Majd ugyanez a lábtartás, csak letesszük a jobb lábunkat a talajra, bal bokád a jobb combodon, oldalsó középtartás, először balra döntjük a lábakat, jobbra fordul a fej. Jól van, gyere lassan vissza. Csere, a lábak ugyanúgy maradnak, de a másik oldalra dőlnek, így értettem a cserét, de a lábtartáson nem változtattunk, és az ellenkező irányba fordítjuk a fejünket. Kicsit ez a mai program a kánikulához alkalmazkodik, olyan értelemben, hogy hátonfekvésben elég nagy felületen tudunk hőt leadni, de visszatérünk középre, és oldalon fekvésben folytatjuk. Na most nem baj, hogyha a bal lábbal folytatod, tehát a jobb oldaladon fekszel. Én mégis megfordulok azért, hogy akkor következetesen, ha a hátonfekvés gyakorlatokat jobb lábbal kezdtem, akkor az oldalon fekvés gyakorlatokat is jobbal kezdjem. Nyugodtan így áll, az nagyon fontos, hogy ne legyél szomjas, mert a szomjúság érzés az már egy vészjelzés a test részéről. Nyújtsd ki az alul levő karodat magas tartásba, és támaszd rá a fejedet. Hagyd is be a két térded, a lábak most pihenhetnek, épp az előbb dolgoztattuk őket, úgyhogy a lábakkal most semmi dolgod nincs, hanem a fölül levő karodat nyújtsd ki magas tartásba, elnézést, még egy kicsit vakarózom, magas tartásba, és hozd le mély tartásba a törzsedhez. Így van. Föl a füled mellé, magas tartásba, és vissza a törzs mellé, mély tartásba. Ahogy mondtam, kicsit a vállat is gondozásba vesszük. Lazítsd el a nyakad, amennyire csak tudod. Ne feszüljön a nyakad, támaszkodik a fejed, akár egy kis párnát is tehetsz még alá, nyugodtan. Nagyon jó. Tedd a válladra a kezed,
és emeld meg a könyöködet, függőleges a felkar. Engedd le előre a karod, majd húzd hátra, engedd le hátra. Előre, bocsánat, előre, és hátra. És a törzs legyen mozdulatlan, ugye? És akkor a vállizületben jön létre a mozgás. A törzs mozdulatlan. És hátra. Még egyszer. Majd körözni fogunk ezzel a hajlított karral. A lehető legnagyobb köröket írd le. Vezesd a könyöködet óriási körívben. Előre, föl, hátra, le. Előre, föl, hátra, le. Még egy. Visszafelé, hátra, föl, előre, le. Hátra, föl, előre, le. Ismételd. Nagyon jó, nyújtott karral. Hátra, föl, előre, le. Ismételd. Hátra, föl, előre, le. Hátra, föl, előre, le. Még egyszer. Visszafelé, előre, föl, hátra, le. Előre, föl, hátra, le. Előre, föl, hátra, le. Nagyon jó. Remélem, hogy egyre többet engedett a vállad. Az alul levő karodat rejtsd el hátra, és a fejedet tedd le a földre, vagy a kispárnádra. Megmutatom a másik oldalról. A váll vonalában hátrafelé nyújtózol, tenyered a talajon, leteszed a fejedet, tehát a tenyered a talaj felé néz, és így fekszel ugye az oldaladon, és ez így teljesen jó, nyújtja az alul levő karon elől fölül levő izmokat, de ha tudod, akkor emeld meg a fölül levő karodat, és engedd le lassan hátra. Közben ne engedd, hogy a nyakad befeszüljön, süllyed a kar, minden kilégzéssel lejjebb kerül. Maradj így, maradj így. Ha nehéz, akkor persze ne erőltesd, akkor elég, ha csak az alul levő karral nyújtózol. Hozd vissza a fölül levőt, hozd vissza az alul levőt. Kényelmesen megtámasztatod a fejedet a karodon is, de akár, ahogy mondtam, egy kis párnán is. Most levisszük a lábakat, és jönnek a lábak. Támaszkodhatsz elől a mellkasod előtt, alul levő láb hajlítva, fölül levő nyújtva, visszafeszített lábfej, emeld a fölül levő lábad, és engedd le. Fölfelé mutatnak a lábujjak, lefelé mutatnak. Ha tudod, akkor tedd csípőre a kezed, és ellenőrizd, hogy nem mozog-e a medencéd, akkor jó, ha nem mozog. Csak a láb fölfelé mutat, lefelé. Fölfelé mutatnak a lábujjak, emeled a lábad, lefelé mutatnak a lábujjak, leengeded. Még egy. Nagyon jó, spiccel hajlítva fölhúzzuk a lábunkat, kinyújtjuk fönt, és flexel nyújtva leengedjük. Ismerős ez, ugye? Spiccel hajlítva föl, nyújt, flexel nyújtva le. Hátonfekvésben is csináltuk, azért olyan ismerős. Itt oldalon fekvésben egy kicsit mégiscsak más a feladata a csípőnek. Már ránézésre ugyanúgy néznek ki a körök. Ismételjük. Még egyszer. Lentről visszafelé, spiccel nyújtva föl,
Flex, hajlít a tért, tollasarok, spiccel nyújtva föl, flex, hajlít a tért, tollasarok, spiccel nyújtva föl, flex, hajlít a tért, tollasarok. Még egyszer. Flex. Kettőt húzol fönt. Spitz. Egyet érintesz lent. Flex. Kettő fönt. Spitz. Egy lent. Flex. Flex. Spitz. Flex. Flex. Spitz. Flex. Flex. Spitz. Kétszer még. Egyszer. Nagyon jó, és pihi. Hú. Meg tudjuk nyújtani ezt a részt. Kell egy kis pihenés előtte, majd megnyújtjuk a comb belülső részét, kapd el a fölül levő lábat, húzd a sarkad a fenekedhez, és lassan húzd hátra a combodat úgy, hogy nem emelkedik föl, hanem lent marad. Ha nehezen éred el a lábfejedet, akkor fogd a hevedert, előlakaszd be a lábad, és a heveder segítségével húzd hátra, és akkor eléred akkor is, ha messzebb van. Akaszd be a lábad, előre nyújtsd ki, és támaszd le a talajra. Nyújtsd ki a talajon levő, vagy bocsánat, az alul levő lábadat is, a törzsvonalába, lefelé, fölüllevőt meg húzod, itt elől fönt, fölfelé a törzshöz. Megint az a lényeg, hogy nyújtva legyen a térd, hogy a comb hátsó része húzódjon. Pihenjen a nyakad. Ha tudod, akkor emeld el a lábad, nem baj, ha messzebb van. Támaszkodhatsz, ahogy kényelmes. Talán, ha előre kinyújtod a karodat, akkor jobban sikerül az egyensúlyt megtartani. Feszítsd vissza a lábfejed, flex. Finoman húzd, alul is nyújtva, fölül is nyújtva. Hát, ha eléred a lábujjakat, meg tudsz benne kapaszkodni. Vagy a sarkadban. Feszes farizmok, feszes hasizmok. Széles mellkas, hosszú nyak, mindig. Átmehetünk a másik oldalra, de előtte csavarodjunk még. Zárd össze és hajlítsd be a két lábat, derékszög be a csípőt, térdet is, alul levő kar előre mutat, combok előre mutatnak, emeld a fölül levő karod és engedd le hátra, fordulj utána, nézz utána. De örülök, hogy ez eszembe jutott, mert ugye a háton fekvős részt is törzsfordítással zártuk, és akkor ugye az oldalon fekvős résznek is az a vége. Már csak azért kell izgulnom, hogy a másik oldalon is eszembe jusson, de neked nem kell izgulni. Lazulj el ebben a testhelyzetben. Engedd el a fejedet, nyakadat. Lélegezz kényelmesen. Majd lassan fordulj vissza, támaszkodj meg a tenyereden. Az a feladatod, hogyha én elfelejtem a másik oldalon, de akkor is csináld meg. De nem fogom elfelejteni. Alul levő kar nyújtva, támaszd meg rajta a fejed, hajlítsd be és pihentesd a lábaidat, pihentesd a nyakadat is. Ugye először a kar és a váll torna jön, nem is kar, váll torna ez igazából. Karemelés. És vissza, mély tartás. Magas tartásba, föl a fül mellé, mély tartásba, le a törzs mellé. Ismételt, nyugodtan a saját tempódban. Még egyszer. Tedd a válladra a kezed, emeld meg a függőlegesig, és így engedd le előre, hátra.
maradjon a törzs mozdulatlan, akkor tényleg a vállizületben jön létre a mozgás. Előre. Hátra, lazán, ameddig megy. Majd elindítjuk a köröket. Előre, igen, föl, hátra, le. Előre, föl, hátra, le. Ismételt. Törzs mozdulatlan. Lentről majd visszafelé köröz, hátra, föl, előre, le. Hátra, föl, előre, le. Ne feszüljön be a nyakad, maradjon laza. Hátra, föl, előre, le, még egyszer. Ugyanez nyújtott karral. Hátra, föl, előre, le. Hátra, föl, előre, le. Hátra, föl, előre, le. Lentről majd visszafelé, előre, föl, hátra, le. Előre, föl, hátra, le. Ismételd. Lassíts nyugodtan azon a részen, ahol nehezen megy. Vezesd át óvatosan, lassan. Még egy. Nagyon jó. Letesszük. Az alul levő karodat vidd hátra, rejtsd el a törzs mögött, és tedd le a fejed a kispárnára, vagy a földre. Maradj így. Tenyered a talajon, nyakad pihen. Ez így is teljesen jó. De ha tudod fokozni, akkor emeld a fölül levő karodat, és lassan engedd le hátra. Hadd süllyedjen. Hosszú, laza nyak, széles mellkas. Maradj még így. Jól van. Fölül levő, alul levő. Visszatámasztjuk a fejünket a karunkra, megtámaszkodunk a mellkasunk előtt, levisszük a lábainkat a törzsvonalába, alul levő hajlítva, fölül levő nyújtva, flex, fölfelé mutatnak a lábujjak, emeled a lábad, lefelé mutatnak, leengeded, ezt ismételd. Jönnek a kargyakorlatok után a lábgyakorlatok. Ha lehet, akkor tedd csípőre a kezed, és ellenőrizni tudod, hogy mozog-e a medencéd, akkor jó, ha nem mozog. Fölfelé mutatnak a lábujjak. Emeled a lábad, lefelé mutatnak. Leengeded. Ezt ismételd. Feszítsd a hasizmokat, azzal is a medencédet rögzíted. Még egy. És jönnek a körök. Fölhúzzuk, hajlítva, spitz, kinyújtjuk, flexel nyújtva leengedjük. Ismételjük, spitzel hajlítva, föl, nyújt,
flexel nyújtva le, nyugodtan a saját tempódban. Lentről majd visszafelé, spiccel nyújtva föl, flex, hajlít a tér, tol a sarok. A belső combot mutatjuk végig erre előre felé. Így van. De másképp nem is tudnál ilyen nagyokat körözni, mert ugye elborulnál előre, tehát muszáj fölfelé, hátrafelé húzni a lábat, és akkor amúgy is kifelé fordul, de jól teszed, ha erre még rá teszel egy lapáttal, és szándékosan is, tudatosan is kifelé forgatod. Flex kettőt fönt húz, spicc egyet lent érint. Két flex fönt, egy spicc lent. Flex, flex, spicc. Húz, húz, érint. Húz, húz, érint. Húz, húz, érint. Húz, húz, érint. Kettőt még. Húz, húz, érint. És még egy. Ez az. Pihi. Bárhogyan, kell egy kis pihenés, mielőtt a nyújtó gyakorlatok jönnek. Na, talán már jöhetnek. Ugye a fölüllevő lábbal kezdjük, sarkadat húzd a fenekedhez, és húzod hátra a combodat, laposan, úgyhogy nem emelkedik föl. Ha szükséges a heveder, akkor ugye elől beakasztod a lábadat, összefogod a hevedert, és azzal hátra tudod húzni, és így is eléred. Akaszd be, elől támaszd le a fölüllevő lábadat, nyújtsd ki a talajon levőt lefelé a törzsvonalába, és tedd le a fejed, és húzd ezt a fölüllevő lábat lassan, fokozatosan a törzs felé, hogy húzódjon a comb hátsó része. Egyébként használjuk ki bölcsen ezt a kánikulát a stretching órára, mert sokkal könnyebb nyújtógyakorlatokat végezni melegben, mert akkor ugye a hideg elleni védekezésből fakadó ilyen összehúzódás nincs meg, nincs jelen. Jobban engednek az izmaink, meleg van, és ilyenkor a legbölcsebb dolog a tornák közül a stretchinget választani. Kiemeljük, visszafeszítjük a lábfejünket. Mondom ezt azután, hogy nyomtunk egy köredzést az ezelőtt, az óra előtt. Az is jó volt. Sauna edzés, bizony. De ha van módod válogatni, akkor kánikulában, ha edzeni akarsz, ezt csináld, stretchinget. Nagyon okos döntés. Hogyha télen találkozol ezzel a felvétellel, akkor pedig akár csináld meg kétszer a bemelegítést, az első 10 percet csináld meg kétszer, vagy csináld a stretching órát egy izzasztó kondi vagy köredzés óra után, hogy tényleg felmelegedjenek az izmaid, plasztikussá, elasztikussá váljanak, és jól sikerüljenek a nyújtó gyakorlatok, ne legyen semmi akadálya. Tedd félre az eszközt, nem felejtettem el, előre mutatnak a combok, meg az alullevő kar, és jöhet a csavar. Engedd le hátra a fölüllevő karod, nézz utána, fordulj utána, és lazulj el benne. Engedd, hogy a nyakad is ellazuljon, a fejed is elforduljon, hogy spontán áramoljon a légzés ki és be.
amit ez a testhelyzet megenged, illetve megkíván. És ha már így elcsavarodtunk, akkor még egy kis homorítás biztosan jó lesne, és bele is fér. Gyere vissza előre, ha mégse esik jól, ne erőltesd. Ezek az utolsó gyakorlatok, az óra végi gyakorlatok. Hasonfekvésben, több időt szoktunk tölteni hasonfekvésben, de most ennyi jut. Ma nyújtva a lábak, szorítsd össze a feneket, húzd be a köldököd, és a könyököddel a vállad alatt támaszkodj. Fontos, hogy ne essen be a nyakad a vállak közé. Emeld ki, szabadítsd ki a mellkasod. Tedd le a tenyered, húzd be jól a köldököd. Ragaszd le a tenyered, úgy értettem. És ha tudod, akkor nyújtsd ki a karjaidat. Széles mellkas, hosszú nyak. Lélegezz. Ha megy, akkor még egy picit közelebb is gyalogolhatsz a két tenyereddel a csípőd felé. Amennyit ma enged. Lélegezz. Három. Kettő. Egy. Leereszkedünk. Támaszkodj meg jól a tenyereden, karnyújtással, térdhajlítással emelkedj, és a babapózba helyezkedj el. Húzd be a két combod a törzsed alá, feküdj rá, tedd le a homlokot, tedd le az alkarokat. Lábujjak összeérnek, térdek között van egy kis távolság, homlokod a talajon, alkarok a talajon, maradj így, és pihenj, maradj így összegömbölyödve. Innen pedig, ha kipihented magad, a lehető legegyszerűbben fordulj át hátonfekvésbe. Kicserélem a zenét. Van még 5 perc a pihenésre. Remélem, van 5 perced arra, hogy kipihened ennek az órának a fáradalmait. Tudod mi ez? Rotyogó gyertyánk. Nem rotyog, csak ropog. Gyönyörű hangja van, mint egy tábortűz, gyönyörű fénye van. Elfogytak a feladatok. Helyezkedj el kényelmesen, és csukd be a szemed. Érzed, hogy jól esik a pihenés. Jó, hogy nem kell már feszíteni, tartani, mozgatni semmit. Átadhatod magad a pihenésnek. Megnyugszik a légzésed. Ellazulnak az izmaid, előbb a külső réteg, a nagyobb izmok. Majd lassan, fokozatosan a mélyebben fekvő kisebb izmok is. A szalagok, inak, ízületek is. Megnyugszik a légzésed, lelassul, elmélyül, és szélesen, szabadon áramlik. Érzed, hogy az egész testeddel lélegzel. Belégzésnél kitágulsz, és egyre könnyebb vagy. Friss, hűvös, élő energia árad szét benned. Minden sejted belélegzik. Kilégzésnél visszahúzódsz, ellazulsz, elnehezülsz. Kifújod a fáradtságot, a feszültséget, a meleg salakanyagot. Minden sejted kilélegzik. Egyre kényelmesebben fekszel. Egyre jobban bele tudsz lazulni ebbe a testhelyzetbe, és már nem is akarsz megmozdulni, át tudod adni magad a pihenésnek. Mintha az élet nyüzsgő körforgatagának
a nyugvó középpontjába kerültél volna. Nincs is más dolgod, egyszerűen csak vagy. Lazítsd el a két lábfejed, a bokáidat, a lábszárakat, a két térded, a combjaidat, a csípődet, a farizmokat és a derekadat. Érzed, hogy a lábaid egyre nehezebbek, lazán, kényelmesen fekszenek a talajon. Lazítsd el a két kézfejed, az ujjaidat, a csuklódat, az alkarokat, a könyöködet, a felkarokat és a vállaidat. A karjaid is egyre nehezebbek, lazán, kényelmesen fekszenek a talajon. Lazítsd el a hasizmokat, a hátizmokat, a mellkasizmait, a nyakizmokat és az arcizmokat. Egyre nehezebb vagy, lazán, kényelmesen fekszel, lassan és mélyen lélegzel. Minden belégzéssel nyugalmat és energiát szívsz magadba, és ez minden kilégzéssel szétárad a sejtjeidbe. Érzed, hogy pihensz, minden tökéletes, tiszta és teljes. Gondolj a lábaidra megint. Egyre könnyebbek a lábaid. Kicsit mozgasd meg őket. Egyre könnyebb az egész tested. Lassan csúsztasd a karjaidat a talajon magas tartásba, és nyújtózkodj egy jó nagyot. Sóhajts egyet, vagy ásíts, ami jól esik. Aztán hajlítsd be a két térdet, fordulj a jobb oldaladra, és a karjaid segítségével emelkedj fölülésbe. De ha inkább pihennél, még maradhatsz fekve is nyugodtan. A torna végére értünk. Váljék kedves egészségedre, és további ragyogó napot kívánok, vagy ragyogó estét, vagy jó éjszakát, és találkozunk mielőbb. Egészségünkre. Puszi. Szia-szia.